1 város, 8 iskola, 40 osztály, 320 kisdiák, több száz szurkoló. Ez az Arak aktív városi döntője. Az Arak aktív városi döntőinek helyét a Dókőfém sportcsarnok 2012-ben is Csurig megtelt. Rengetegen voltak kíváncsiak arra, hogy idén melyik a legaktívabb iskola. Vezet a hétvezér. Nyer a hétvezér, második a Tóvárosi, ez egészen biztos. És fönn a kettesen az Entai a harmadik. Egy pont a különbség, de most például sikerült a Tóvárosnak egy lépés előnybe kerülni. A pályán pedig továbbra is szögdécselnek a fiúk, lányok, szöcske módjára pattognak, ahogy szoktuk mondani. És nem mint egy medicinlabda csak leesnek, hanem kumilabdaként battognak. Nagyon jó különben látni, hogy fiúk, lányok mennyit tartózkodnak a levegőbe, mennyit repülnek, és milyen elánnal vetik bele magukat a versenybe. Azonnal szembe tűnik, hogy a Tóváros a kislabda alatt megfordította az állást. Ugye jó néhány ponttal vezetett a hétvezér a távolugrás után. Most 10 ponttal állnak jobban a tóvárosiak, mint a hétvezér iskola tanulói. Körbe, az utolsó záró számra mindenki belead apait, anyait. A Németh Lászlóra jön föl, egyre méterről méterre csökkenti a hátrányát a Tóváros, tehát egy külön presztízst csinálnak abból, hogy ne csak ezt a versenyszámot, meg ne csak az Arak aktív döntőjét, hanem a hatodik osztályosok külön küzdelmét is megnyerjék.